Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben SAK magazinban. Gunyat Zoltán műsorvezető vagyok, és vindikálom magamnak a lehetőséget, hogy a kedves nézőket SAK partikkal, SAK ötletekkel, történetekkel szórakoztassam. Az előző adásunkban a SAK világ történetének két igen nagy világbajnokát, a küzdelmeiket mutattam be a kedves nézőknek. Nevezetesen a 12. azaz Anatoli Karpov és a 13. világbajnok, azaz Gari Kasparovnak az egymással vívott küzdelmeit. A sakkban, mivel még ö, ö, nem volt húsznál több világbajnok, mió pedig ugye sokszáz éves a sakk, egészen más sport, mint mondjuk egy, egy evezés vagy úszás, ahol évente több tucat vagy több száz világbajnoki címet osztanak ki. A sakkban ez nem így van, ott aki világbajnok, az egy olyan nagy személyiség, mint mondjuk Felsz vagy Mark Spitz az úszásban. Tehát tehát aki egyszer világbajnok, az örökre beírja a nevét a kultúrába, a szak történelembe. A mai adásban tovább szeretném folytatni Karpov-Kasparov küzdelmeinek a bemutatását, mégpedig szeretném a tisztelt nézőknek bemutatni, már amennyire tőlem tellik, hogy milyen boszorkány konyhája van az élsakkozóknak, az abszolút világklasszisoknak. Ismeretes, hogy a saknak is van elmélete, megnyitás elmélete, és ö, ö, már minden valamire való szinten ugye készülünk a partira, a legnagyobbak pedig átírják, javítják, újraírják az elméletet. Karpov és Kasparov olyan személyiségek voltak, akik nem alkalmazták, hanem írták a sak elméletet, a megnyitás elméletet. Olyan partikat szeretnék bemutatni most a tisztelt nézőknek, ami, ami tulajdonképpen egy újítás volt egy korábban felvetett ötletnek a felmelegítése. Arról van szó, hogy a Grünfeld védelem centrumképző rendszerében van egy olyan változat, amelyben világosnak gyalogelőnyek keletkezik. Ez a gyalogelőny azonban nem ö, érzékelhető igazán, és bizonyos pozíciós ellenértéket kap érte világ, ö, sötét és az elmélet ezért tulajdonképpen egálnak, egyenlőnek minősítette ezt az állást. A 1987-ben Szevíjában Karpov Kasparov világbajnoki döntőben járunk, és a világbajnoki döntőre a részesek, tehát a kihívó is a világbajnok, mind-mind megnyitáselméleti újdonságokra szokott készülni. Ezt ők, illetve a stábjuk, nagymesterekből st álló stáb szokta kidolgozni. Nos, Szevíjában Karpov azzal érkezett, többek között az egyik ötlete az volt, hogy megváltoztatja a megnyitás elméletet ebben a bizonyos változatban, amit említettem, és új ötlettel dúsítja fel világosnak a stratégiai terveit, és érvényesíti a, a, a világos gyalogelőnyét. Pont a világbajnoki döntőn vívott küzdelmek hatására nevezték át ezt a változatot szevíjai változatnak, hiszen a, a két legnagyobb egymással vívott világbajnoki döntőjében alkalmazták ezt igen hathatósan. Nézzük tehát az első partit, a világbajnoki döntő ötödik partijában járunk. 1987-ben járunk Szevíjában, a világbajnoki döntő ötödik partiában, a világos figurákat, az elméletet megújítani kívánó, a változatot feljavító Anatoli Karpov játszik, az ex-világbajnok, aki a kihívó a páros mérkőzésen, a sötét figurákat pedig Gari Kasparov vezeti, az aktuális világbajnok. Érdekességképpen még el szeretném mondani a kedves nézőknek, hogy Kasparov sötéttel nagyszerűen játszotta még a királyindiai védelmet is, is, meg sok más megnyitást, viszont a magyar nagymester volt akkoriban a szekundánsa, négy éven keresztül Adorján András korábbi világbajnok jelölt, magyar nagymester, és ő ajánlotta Kasparovnak a Grünfeld védelem megjátszását, amire sor is került. Tehát Karpov D4 elnyitott, Huszár f következett, C4 G6, Huszár C3, és ha most D6-ot lépnek Kasparov, akkor a királyindiai védelemben találnánk magukat, viszont D5-tel a Grünfeld védelem került terítékre. Ennek sok rendszere van a Grünfeld védelemnek. Karpov természetesen a, a megnyitás felkészülés alapján a centrumképző rendszert választotta, tehát üt D5, Huszárüt d E4, és a Huszárral C3 romra be kell ütni, más jó lépés nincs. Az 1959-es Portis parti alapján mindenki tudja, hogy a Huszár B6-ra való visszakozása érezhető előnybe hozza a világos. Tehát Huszárüt C3, üt C3, futó G7, futó C4. C5, a centrum azonnali támadása, huszár E2, a centrum védése, huszár C6, a centrum további védése miatt futó E3, rövid sánc, rövid sánc. Most ö, sötét, futó G4-jel szeretnék kiemelni az E2 huszárt, ha azt ki tudna emelni, akkor gyalogot nyerne D4-en, ezért kötelező F3. Huszár A5 nem üthető a G4 futó, mert arra sötét ütné a C4-en álló futót, és világos gyalog szerkezete végzetesen meggyengülne, és itt következik a szevíjai változat, egy közbeiktatás, futó üt F7. Ezt a lépést értékelték az akkori megnyitás elméletben egyenlőnek, hiszen ugye ö, következik bástyaüte F7, 5G4, bástyaüte f 1 sak Királyüt F1, sok, király mert ebben az állásban a világos gyalog előnye a vezérszárnyon kettős gyalog formájában jelentkezik. Pár évvel a parti előtt jelent meg Botvinnik esztvilágbajnok és Jakov nagymesternek a magyarul is megjelent a Grünfeld Védelem című monográfiája, ami szintén egyenlőként értékeli az állást. Hát az elmélet azóta bebizonyította, hogy vannak még ebben a változatban, ebben a rendszerben új gondolatok, többek között a szevíjai gondolatok. Vezér D6. Itt értelmes lépés a vezér D7 is, az egy másik változatba kerülne, és itt a fő változat E5. Nem szabad beengedni a, a sötét mezőkön sehová sem, el kell zárni a vezér, tehát E5, amire vezér D5. Tessenek megfigyelni, hogy kicsi gyengének tűnnek a világos mezők világos centrumában. Futó F2. Bástya F8, kötés, király G1, és itt ö, Kasparov kiválóan igyekszik mozgósítani a tisztjeit. A G7-en álló futójának a, a nagy átlója betömődött a C3, D4, E5 gyalogalakulat miatt, ezért futó H6. És Karpov ötlete pedig az, hogy bezárja azt a futót. H4. Erre következett egy kis közbeiktatás vezér F7, tehát védeni kell az F2 pontot, amire futó G3. Futó E3, és már is kiszabadult a sötét futó. Futó E3, sak király H2, vezér C4. Tesenek megfigyelni, hogy a sötét figurák mennyire aktívak. Az elmerevedett világos centrumban lévő résekbe behatolnak a sötét tisztek. Bástya B1 és B6. Bástya B2, védjük azért a második sort, illetőleg a Z2 gyalogot most már, és erre sötét. Ö, Sötét válaszolt, vezér D5-tel. Szeretnél ugye már cserélni is a, a, a D gyalogon, vezér D3 következett, és mivel felszabadult a C4 pont, huszár C4-gyel fejlődött tovább, aktivizálódott Kasparov. Bástya B1 lehetséges természetesen egyetlen értelmes lépés, és ö, megindul a, a gyalogroham. b 5 Tekintsük meg, hogy miért nem üthető az a, az a gyalog, tehát nem igazán üthető, akár G5 is szóba jöhetett volna, de akkor nézzük meg, hogy hogyan folytatta Karpova partit. Király H3-mal vonul fel, ami, ami érdekes lépés, de... de lehet, hogy már időzavarban voltak a játékosok, és tovább is lehetett volna fejlődni. Mindenesetre király H3 következett. Ezek után sötét, ha jól emlékszem, A6-tal biztosította a B vonalat, és Karpov tisztát kezdett, Huszár G1. Gyalogüddé 5, vagyis D4, Huszár F3, kötésben áll a vezér, tehát nem lehet ütni C3-ra. Bástya D8, amire a 4 jel igyekszik szétrobbantani a centrumot. Világos. Üt C3, vezér üt C3, vezér E6. Ez azért veszélyes, mert H5-tel igyekszik felszúrni a centrumot, illetve a G4 pontot. Kasparov, ezért viszakozott királyjal H2-re. 5 A4, Bástya B4-jel megkérdezi a huszárt, hová szeretne menni. Bástya B4, huszár D2, Bástya ütáni, természetesen nem cseréljük a huszárt, huszár F1 sakk, Király H3, bástya D1. vezér C2 következett, amire bástya C1. Kasparov mindig ö, taktikai húrokat igyekezett pengetni, huszárüt, ö, nem, bocsánat, vezér E2, H5, itt látszik ugye a G4. pont terhelése, de a bástya A4-ről visszavét G4-re. Bástya, vagyis futó E1, bezárja ugye a, a huszát, és annak onnan mennie kell. Vezér D7-tel igyekezett ö, akcióba lendülni Kasparov, támadta az A4 bástyát. Tehát vezér D7, ez azonban egy csúnya elnézés volt már időzavarban, mert Karpov keze villant, vezérült A6. Bástya A1 cserét ajánlotta fel, ami nem lett volna teljesen üthető, hiszen ebben az esetben ugye ha bástya A4-t A1 következett volna, akkor Kasparov vezérüt G4-jel mattolta volna Karpovot, következett azonban vezér G6, sak, közbeiktatás, védve van már a g pont, és bármit is lép Kasparov, ütésben van a bástyája, és ezzel a csúnya elnézéssel elvesztette a partit. Az ötödik partit tehát egy rendkívül élénk dinamikus partit egy, egy igen szép komoly partit Karpov megnyert végül is Kasparov hibájából, csúnya hibájából, amit időzavarban követett el. Tudni kell, hogy ilyenkor a páros mérkőzésen egy megnyitási újítás felelevenítése bevetése után az ellenfélnek a stábja azonnal dolgozik és kielemzi a, a bemutató ötletet megnyitási újítást, és annak az értékét igyekszik megdönteni. Nos így készülhetett Kasparov stábja is, 87-ben Szevillában, és ennek ellenére Karpov bízott az előzetes felkészítésben is, úgy gondolta, hogy a szevíjai változat, tehát ez a gyalogelőnyös, gyalognyeréses változat a későbbiekben is sikerrel alkalmazható. Egyébként előfordult már a praxisukban hasonló, szicíliai védelemben is volt egy-egy újítás, amikor is amikor is visszavágón, tehát Kasparov vetett be egy ötletet, és Karpov a felkészülést követően már veszített, mikor már stábjának az elemzését is igénybe vette. Nos, itt egy visszavágóra került sor a páros mérkőzés 11. játszmájában. Tehát Karpov vezeti a világos figurákat, a megnyitás ugyanaz, D4, f 6 C4, G6, Huszár C3, és D5 a Grünfeld védelem, 5D5, Huszár d 5 E4, Huszár c 3 b B5C3, ezért a gyalogállásért nevezik centrumképző Grünfeldnek ezt a változatot, futó G7, futó C4, C5, Huszár E2, Huszár C6, futó e3, rövid sánc, rövid sánc, F, ö, futó g4, f3, huszára 5, futó üt f7, sakk, bástya f7, üt g4, bástya üt f1, király üt f1, vezér d6, támadva ugye a, a H2 gyalogot, és jól látjuk, hogy az előző parti is ö, ugyanígy kezdődött, vezér D6-tal, és király G1 következett. Ezek után vezér E6-tal a világos mezőkön kívánt operálni Kasparov, amire vezér D3-at lépett Karpov, és vezér c 4 egy vezércserét ajánlott fel. Ezt a vezércserét köszönettel elutasította Karpov, tehát vezér C4, és elutasította volna, mert ugye ha vezér C4, akkor a, a huszára ütött volna vissza, és nehezen talált volna jó helyet a, a sötét futó. vezér C4, Huszárű C4 és futó F2. Gyalogüt D4, gyalogüt D4. Úgy tűnik, hogy világos előnyben van, hiszen egy lógó gyalogokból álló centruma van, és Kasparov egy, egy paradox lépést tesz, ami a későbbi években is, is, fontos lépés lesz a későbbi évek megnyitás elméletében, E5. Ez azért paradox lépés, mert Karpoverre természetesen D5-öt lép, és D5, és világosnak tulajdonképpen van egy védett szabadgyalogja, ami óriási előnyt jelent a végjátékban. Csak hogy a középjátékot a végjáték elé helyezte a mindenható isten a sakjátékban, és azért azt is meg lehet figyelni, hogy a sötét futó a... A H6C1, illetve az A3F8 átlón egyaránt tud aktivizálódni, de inkább a H6C1 átlón. A sötét huszárnak D6-on kiváló állása van, például D6-on, ahol blokálja a szabadgyalogot, és elég nehéz azt megtámadni. Na de hát nézzük tovább, hogyan folytatódott a parti. Ugye futó H6. Karpov az eredeti ötletet melegíti fel, H4, hogy bezárhassa g 5 el a futót, de következett futó D2. Bástya D1, és futó A5. Természetesen lehetett volna választani a 20 D6 lépést is. Következett Bástya C1, és meg kell védeni azt a kiválóan c 4 álló huszárt, amire a legalkalmasabb lépés gyaloggal támasztani alá bázist biztosítva a huszárnak, B5. Bástya C2, huszár D6, bázis, huszár Géza 3, hiszen védeni kell az N4 gyalogot, huszár C4, lépés ö, ö, ismételnek a játékosok, Huszár F1, Huszár D6, Huszár G3, Huszár C4. Ezekkel a lépésismétlésekkel hallgatólagosan felajánlott a Kasparov a döntetlent, hiszen Huszár F1-re a háromlépéses döntetlen jött volna létre, Karpov azonban köszönettel nem szeretne remízni világosan, hanem G5-tel folytatta az állást, ami egy erős lépés. G5. Amire király F7. Következik akkor a, a tisztátrendezés: Huszár F1, Huszár D6, Huszár G3, Huszár C4, Király F1, Király E7 és Futó C5. Ezek után Következhet király F7, nem hagyja magára a gyenge királyszárnyi gyalogokat, és bástya F2-sak. Ez talán egy érdekes, vitatható lépés, bár kétségtelen, hogy a bástyának a nyílt vonalon van a helye. Ö, ö, nagyon aktívá válik az a király, illetőleg bástya, és meg kell nézni, hogy hová mehet az a király. Most nézzük, kedves nézők! Tehát, ugye. Ö, e ra nem léphet a gyalog miatt, E7 nem léphet a futó miatt, E8 a bástya vesztés miatt az azonnali vesztést jelentene, hiszen király E8 a bástya F8 sakk és király D7 után bástya üt A8, tehát nem mehet a király máshová, csak is a G vonalra. Tehát király G7, bástya F6, bástya, vagyis futó B6, Futóid b után sötét a, a gyaloggal ütne, vissza is menthetetlenné válna tulajdonképpen az A2 gyalog, és itt Karpov egy nagy hibát vétett, az időzavarban Bástya C6. Most kezdjük el törni a fejünket, hogy mi lehet a hiba. Hát kérem szépen az, hogy a bástya indisponált helyen van, és minőséget veszít erre sötét. Huszár A5 következett a bástya támadásával. A huszárt nem lehet ütni, ha a bástya c 7 -e lép a futóüti le, ha a c 8 lép a a Bástya üti le, ha pedig a hatodik soron lép máshová, mondjuk D6-ra, E6-ra vagy F6-ra, akkor pedig a C5-ön álló futó vesz el, tehát Karpov kényszerűen az elnézés miatt minőséget vesztett. Futó üt B6, ö, Huszár üt B6, futó C7, Bástya F8, ö, következett király E2, bástya F7, futó D6, bástya D7, futó C5, nem üthető ugye az e gyalog, mert a huszár azt őrzi, és most már, hogy, hogy ütésben áll a huszára, annak a problémáját meg kell oldani, huszár A5, huszár F1, Bástya C7, ez egy rendkívül erős lépés, hiszen el kell, hogy menjen, el kell, hogy távolodjon a szabadgyaloktól a futó. Bástya futó D6, Bástya C2-sak, Király D3, Bástya üt A2, Huszár E3, Király F7, Huszár G4, Huszár C4, most már meg kell védeni a, a egy tisztel az e gyalogot, Huszár üt E5, Huszár 5 Futó 5 és B4. Most B4, most nem futtatható a D gyalog, mert arra király tehát D6-ra király E6 lépne, E6-ot lépne sötét, és nem mehetne előrébb az a gyalog, tehát beékelődne a D és E gyalog közötti résbe a sötét király, következett futó F6, B3, E5, Bástya G2, E6, és itt van még hibázási lehetőség, hogy a királya hová lép. Király F8, és nincs tovább, hamarabb érkezik a sötétnek a B gyalogja, B2, gyalog B3, B2, és erre a nagy karpov kezet nyújtott, feladta a partit. Kedves nézőink, a ma bemutatott két partiban tehát láttuk, hogy a világ sak történelmének két nagy klasszikusa megnyitási újításban vívott egymással komoly küzdelmet. Láttuk, hogy a megnyitásban és a középjátékban hogyan csúcsosodtak ki az ötletek és az ellentervek, és azt is láttuk, hogy milyen a saknak az emberi vonala, az emberi vonatkozása, tehát az időzavarban Kasparov is meg Karpov is követett el igen durva, magas szinten durvának minősíthető hibát, tehát a magas hőfokok küzdelemben ki, ö, pontatlan lépés miatt veszített erő Kasparov, aztán Karpov. Tehát láttuk a megítási felkészülést, a stratégiai tartalmat, a küzdelmet, majd egy kis ö, hibát, és azt követően a parti befejezését, a csúnyán mondva a kivégzéseket. Remélem tetszett a kedves nézőknek a szevíjai változat két mintapartia. Sajnos elfogyott a műsoridőnk, el kell, hogy búcsúzzunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.